Sok szeretettel üdvözlöm a nézőket. A mai testületi ülés zárt ülésének a részleteiről szeretnék néhány szót mondani. A zárt ülésen a Balmazújvárosváros Városgazdálkodási Kft. Nonprofit Kft. Beszámolóját nézte át a képviselő testület a 2018. évi beszámoló lakóingatlanok bérbeadásával kapcsolatban. Ez ugye egy nagyon fontos és egy nagyon kihegyezett téma mindenki számára, hiszen nagyon sokan vannak, akik rászorulnak arra, hogy a város esetlegesen segítsen az adott lakhatási problémák megoldásában. Én magam tudnék minden héten, minden csütörtökön előfordul az, hogy lakhatással kapcsolatosan keresnek meg, és hát jelen pillanatban a város lehetőségei erősen korlátozottak. Ugye ez a beszámoló három része tagolódott, az első részben az önkormányzati lakások hasznosítása, a bérleti díj mértéke, aztán szó volt a önkormányzati lakások állapotáról, szó volt a részletes tájékoztató a bérlő kötelezettségének teljesítéséről, illetve kimutatás bérlői hátralékokról, lakásbérlemények adatairól, állapotairól. Nyilván ezt én nem szeretném ennyire részletesen az önök idejéből rabolva elmondani. Azt viszont szeretném elmondani, hogy hogyan is alakul jelen pillanatban a Balmazújváros lakáshelyzete. Tehát jelen pillanatban 72 önkormányzati lakással rendelkezik a város. Egészen pontosan Bocskai út 1-3 szám alatti társasháznál 5 önkormányzati lakás, a Bolyai utcai lakóházaknál, amelyek most felújításra kerülnek egy pályázat folytán, 8 önkormányzati lakás, a Debreceni út 7 szám alatti társasház esetében 4 önkormányzati lakás, a Debreceni út 9 szám alatti társasháznál 4 önkormányzati lakás, a Dózsa-György út 10-12 szám alatti társasháznál 6 önkormányzati lakás van, a Hímes utcán a Szigetkertben 2 önkormányzati lakás van, I.S. Gyula utca 14 szám alatti társasházban 1 önkormányzati lakás van, a Kossuth tér 6-7 szám alatti társasháznál 9 önkormányzati lakás van, a Kossuth tér 8-9 szám alatti társasházban 19 önkormányzati lakás van, a Veres Péter utca 21/A alatti társasházban 3 önkormányzati lakás van, a Veres Péter utcai sorháznál 6 önkormányzati lakás van, a Veres Péter utca 15 szám alatti társasháznál 1 önkormányzati lakás van, és a VESZ épületében, tehát az orvosi rendelő fölött a padlásszobás lakásoknál 4 önkormányzati lakás van a város birtokában. Ezeknek a lakásoknak ugye összkomfortos, illetve komfortos lakásokról beszélünk. Az, hogy mekkora segítséget nyújt akár szolgálati, akár szociális alapon a város a jelenlegi bérlők, illetve haszonélvezők számára, azt mi sem mutatja jobban, hogy maga a bérleményeknek, a bérleti díjának a megállapítása 2009. november 1-től hatályos, azóta nem változtak ezek a bérleti díjak. Hát mindenki tudja, hogy azért az árak azok folyamatosan nőnek, és ez elég komoly megterhelést okoz a Városgazdálkodási Kft.-n keresztül a városnak. Ezek a 2009-ben meghatározott díjak összkomfortos lakás esetén 278 forint per négyzetméter per hó, komfortos lakás esetén 190 forint per négyzetméter per hó. Aztán van még kettő mérlegelési okkör, tehát aki központi övezetben van, a fenti lakbérre még 15% jön rá a lakbérre, a szükség alapú lakásoknál 350 forint per négyzetméter per hó a fizetendő bérleti díj. A lakásaink közül 20 összkomfortos, 52 komfortos fokozatú kategóriában sorolva, központi övezetben 56 lakásunk helyezkedik el, tehát döntően a város központjában, a régi lakótelepen helyezkednek el a szociális, illetve önkormányzati bérlakások. Arról szeretnék még tájékoztatást adni, hogy ugye van egy új esélyotthon pályázatunk. Ez az esélyotthon pályázat 13 lakásra vonatkozik. Ebben a 13 lakás felújítása után pályázat útján, mint egy 18 fő, az első pályázati körön 18 fő lakhatása kerül
tehát kerül kiadásra. Amit a pályázatról tudni kell, hogy jövő hét folyamán, legkésőbb utána való héten megjelenik egy pontrendszer, amely a város hivatalos oldalán is megjelenik. Ez alapján, a pontrendszer alapján lehet majd pályázni, tehát egy pályázati felhívás is meg fog jelenni. Ezeket a lakásokat elkezdjük pályáztatni, ugyanis a lakások elkészülési sorrendben már a pályázók felé kiadhatók. Az utolsó bérlakásnak, tehát az esélyotthon pályázatban szereplő lakásnak a kiadása, ez az a ominózus 2019. április vége, ugyanis 2021. márciusában az első 20 hónapnak le kell tennie az ingyenes használat esetén, de ez az első 20 hónap utolsó átadott lakásától számít. Amiben segítséget fog nyújtani ez a pályázati program, ugye az állam biztosított az önkormányzat számára a felújításhoz pénzt, azzal a feltétellel, hogy 35 évnél fiatalabb, de 18 évnél idősebb almazújvárosi lakosok pályázhatnak. A pályázati feltételek közt a pontrendszernél meg lesz pontosan határozva, hogy ki milyen kategóriába fog esni. A 20 hónap, ez a maximálisan biztosított idő, amely alatt ezekben a felújított lakásokban nem kell lakbért fizetni, csak a felmerülő rezsi költségeket kell az ott lakóknak fizetniük. Ami még fontos, hogy fiatal házaspár esetén ez maximum 24 hónapig nyúlhat ez az időszak. Ez gyakorlatilag egy ugródeszka bármely fiatalok részére. Az, hogy milyen végzettség, munkahely, bármi más egyéb feltételei lesznek a pályázatnak, ezek hamarosan meg fognak jelenni. A másik kérdés, ami ugye elég nehezen összehozható, hogy a 8 Bolyai úti lakásnak a felújítása is elkezdődött, és hát azt kell tapasztalnunk, hogy a szociális bérlakásban lakók, főleg akik már nagyon hosszú ideje ott laknak, sajátjukként kezelik ezeket a lakásokat, mintha az övéké lenne. Sajnos ez az ő számukra negatív hír, hogy ez még mindig a város tulajdona, az összes lakás, akár határozott, akár határozatlan időre van kiadva, és a lakások felújítását hát igazából nem lehet majd akadályozni, tehát a felajánlott lehetőségeket én azt gondolom, hogy célszerű lenne elfogadni, még akkor is, ha átmeneti időszakról van szó, de a lakásokat mindenképpen fel kell, hogy újítsuk, erre pályázatot nyert a város, ez a városnak a pénzügyi büdzséjét könnyítik ezek a pályázatok, úgyhogy mindenképpen arra kérünk mindenkit, hogy a város által adott lehetőségek valamelyikét használva szabadítsa fel a lakásokat, hogy meg tudjuk ezeket a felújításokat tenni. Úgyhogy egyébként azt kell mondjuk, hogy a Városgazdálkodási Kft. Beszámolója alapján nagyon jó bérlői magatartást tanúsítanak a önkormányzati lakásokban élők. A beszámoló alapján több mint 60%-uk rendeltetőszerűen használt és a bérlők által gondosan kezelt lakásokról beszélhetünk. Több mint 30%-nál kisebb-nagyobb javítás, karbantartás szükséges, de a bérlők gondoskodnak a lakásokról. Viszont van a lakásoknak 7%-a, amelyben teljesen elhanyagolt, nem megbecsült, részleges vagy teljes felújításra szorulnak ezek a lakások. Hát ezt a bérlői magatartást azért próbáljuk kiszűrni, úgyhogy ne kerüljön még többbe a városnak ez a hanyag bérlői magatartás. Annál is inkább, mert a 2018-as évi költségeknél a városnak ahhoz, hogy ez az állapot fönt legyen tartva, és a 2018-ban eltervezett felújításokat, cseréket végre tudja hajtani, több mint 7 millió forinttal kellett a város önkormányzati lakásainál beszállni a felújításokba, a karbantartásokba. Tehát a tervezett bevétel, ami beérkezett, azon felül még a városnak ehhez hozzá kell tenni, hogy a jelen állapotot fenntartsuk. Még úgy is, hogy azért a bérlői magatartás ez egy rendkívül jó állapotokat jelez. A legjobban talán, amiről szó volt itt a riport elején is, a Veres Péter utcai fecskelakások, ahol valóban rendkívül jó bérlői magatartás van, olyan a hozzáállása a bérlőknek,
amit egyébként elvárna az ember egy közösségi vagyonnak a használatakor, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezeknek a fecskelakásoknak a jelenlegi bérlői ilyen módon is figyelembe veszik, hogy a város mit biztosít számukra. Ez évek óta így zajlik ez a folyamat, tehát azt látjuk, hogy igenis akik segítséget kapnak, azoknak a nagyon-nagyon nagy része meg is becsüli ezt a segítséget, úgyhogy mégis örömmel tudunk azoknak segíteni, akiknek megvan erre a városnak a lehetősége. Úgyhogy a képviselőtestületből több képviselő megköszönte a városgazdálkodási Kft. Munkatársainak a jó munkáját, ennek a beszámolónak az összeállításakor, amelyik megfelelően részletezve, gyakorlatilag lakásokra lemenve bemutatta a lakáshelyzetet, úgyhogy én is ezúton köszönöm ezt a részletes, pontos munkát, és azt gondolom, hogy a legjobb kezekben van ennek a lakáshelyzetnek a vezetése, karbantartása és irányítása. Ennyit szerettem volna elmondani a zárt ülésről. Köszönöm szépen!